Ma ezen a Deák Ferenc sétahajón megtartott sajtótájékoztatónak az apropója igazán az volt, hogy itt a holt szezonban valami újdonságot kitaláljunk, és itt a két település TDM szervezetének a vezetői kitalálták ezt az akciót, hogy a két város fogjon össze. De én azt gondolom, hogy ezen túlmutatóan ebben sokkal több lehetőség kínálkozik még, mint ahogy itt az előadásomban is elmondtam, hiszen akár a közös fellépés, a közös promócióknak a megjelenítése, az mindenképpen kínálja magát, hiszen az ország két végén helyezkedik el ez a két település. Szolgáltatásai van a két legnagyobb vidéki gyógyszolgáltató egészségturisztikai központról van szó, hiszen Hévíz és Hajdúszoboszló évek óta fejfej mellett halad a vendégforgalmában és a szolgáltatásainak a fejlesztésében. Tehát azt mutatja, hogy mindenképpen a két vidéki településnek lehetősége nyílik arra, hogy együttműködjön, és ebből az együttműködésből azt gondolom, hogy mindenki fog tudni kamatoztatni. Ez az együttműködés persze tovább bővülhet, hiszen Magyarországon még további 17 egész országosan kiemelt gyógyhely létezik, és ezeknek a gyógyhelyeknek az együttműködése, akár egy országos tematikus útvonalként is értelmezve is működőképes lehet. Ehhez azonban az egyik fő csapásiránynak a kutatásfejlesztésnek kell lenni, amelynek a révén az a kincs, ami Magyarországnak rendelkezésre áll, az a gyógyvíz, megfelelő orvosi kutatásokkal olyan evidence-based vagy kutatásokat kell elvégezni, amelyeket aztán a megkérdőjelezhetetlenné teszik ezeknek a gyógyszolgáltatásoknak és ezeknek a természeti értékeknek a gyógyító hatását, és nem csak a tapasztalatokon alapul. Azt gondolom, hogy a következő éveknek ez egy nagyon fontos kiemelt feladata lesz, és ezen a területen nagyon sok lehetőség mutatkozik Hévíz, Hajdúszoboszló és a többi kiemelt gyógyhely számára is. Egyfajta gondolkodásban való változtatás és a gondolkodás módjában való változtatás. Ugye itt is elhangzott a versenytársak. Én magam is nagyon régóta inkább a partner kifejezést használom, mert attól senki nem lesz kevesebb, akár más dimenzióban is, tehát ha mondjuk szűkebb környezetben értelmezzük ezeket a szolgáltatásokat, akár mondjuk ott a keleti térségben is nagyon nagy fejlődés volt, Gyula, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc. Ugye én egyáltalán nem a versenytársakat értelmezem, hanem az, hogy abban a térségben a turisztikai kínálat, a szolgáltatás erősödik. És persze lehet, hogy egy pici ponton majd esetleg nekünk a vendégforgalmunk visszábesik, vagy csökkenhet, de összességében potenciálisan mégiscsak azt mutatja, hogy annak a térségnek a vonzereje növekedni fog, és a lehetősége is benne van nekünk is, ha jól csináljuk a dolgunkat, hogy ne csökkenjünk, hanem növekedjünk, és ezáltal azt gondolom, hogy az egész országnak a turisztikai potenciájának a kibontakozása sokkal magasabb szintre tud kerülni, és sokkal jobban tudnak értékesülni azok az adottságok, amelyekkel ma rendelkezünk. Együttműködés, és nem a versenyt kell hangsúlyozni. A versenynek is megvan a maga jótékony hatása, a fogyasztóra nézve is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az összefogás és az együttműködésben sokkal több lehetőség rejlik, mint amit eddig kihasználtunk, akár országos szinten is.